Állj már, meg megőrültél, ez egy paradicsom. Ez nem egy paradicsom, csak egy bolyhos kicsi kutyus. Kutyus? Milyen kutyának van vörös szőre és a két zöld lába? És melyik paradicsomnak van egyáltalán lába? Na, állj le, ennyi, vége. Fogják a tekercseket és pakoljanak össze. Barátaim, sajnálom, de úgy néz ki, hogy elfogyott a pénzünk erre a filmre. Ha nem találunk újabb forrásokat, elfelejthetjük a filmet. Álljon már meg a menet. Kihagytam egy csomó foci edzést emiatt. Tegyünk ezt valami. Ne nekem mondd, hanem a producernek, aki már biztos tajt is sütkérezi. De mégis, nem tehetnénk néhány megszorítást? 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 Mit voltál te az elmúlt két hétben? Így is 5 színésszel oldottam meg 10 szerepet, amiből 3-at én játszottam. Láttad a speciális effektusokat? Mutasd neki egyet. Jó, nem. Hölgyeim és uraim. Fogd meg. Bár uckottunk ettől, de ezek mégis a 80-as évek, eljött az ideje a bújtatott reklámnak, ahogy egy csört. Ez nem bejegyzett termék, szóval ez nem hozna semmi pénzt, de a bújtatott reklám, az működik. Szerintem ez a megoldás. Ez nem a nagyszerű. Bújtatott reklám. Jó van, jó, jó. De a színész szakszervezetnek, nem hiszem, hogy ez elég biztosíték. Ugyan, jó van, srácok, akkor megcsináljuk a filmet. Megpróbáljuk, és majd kiderül, hogy mire jutunk. Bújtatott reklám. Legyen. Mindenki vissza a helyére. Várjanak egy pillanat, leállni! Hát, maga ki. Én a színész szakszervezettől jöttem. És a 7. fejezet 3. pontjának 4. paragrafusa szerint, aki megszólal egy filmben, az fizetést kap. Ő megszólalt, tehát $100 illeti. Ő nincs is a filmben, senki nem mondta neki, hogy benne legyen. Az ideg, hogy beszélt, sőt, én is beszélek a filmben, én is kapok pénzt. Csak félrejött. Ami szerepel, annak pénz jár. Nem, több pénz senki sem szólal meg, világos? Rendben. Vetted? Gyilkos paradicsomok visszatérése, 32. jelenet, 5-5-ször. És indul! Hogy érzi magát? Kösz jól. Mit hoztatok önnek? Hát eléggé szomjas vagyok. Tudna hozni valamilyen üdítőt? Eléggé szomjas? Tudja én ilyenkor mit teszek? Kinyitok magamnak egy Pepsi-kólát. Hűha, egy Pepsi-kólát. Igen, tudja, ez az új generáció választása. Ez nagyon menő, de most meg egy kicsit megéheztem. Kicsit megéhezett? Tudja én mit csinálok, ha egy kicsit megéhezek? Megyek és bekapok egy Nestlé kráncsot. Ez ropog, ha ropogtatja. Ó, már hallottam, igen? De úgy kiszáradtam. Kiszáradt? Igen. Nagyon. Szóval inna egy sör. Az nagyon jó este. A legjobb lenne egy Moosehead. Egy Moosehead? Moosehead. Északról. Északról. Vagy egy Foster's. Foster's, az meg délről. Onnan bizony. Na, minden jó. Viszont kívánom. Szia, Matt! Szia, Chad! Kell egy fogkrém? Nem, beszélnem kell veled. Tessék, önnek adom. Oh, köszönöm. Kreszt, és nincs több lepedék. Figyelj, Matt. Komoly problémám van Tarával. Meg kell mondjam, az a legrondább kutya, amit valaha láttam. Arról beszélek, hogy furcsán viselkedik. Haver, szeret téged. De egyáltalán nem segítesz nekem. Szerintem van néhány dolog, amit nem mondott el Gangrenről, meg hogy mi folyik ott fenn, de én majd kiderítem. Jó napot, uram! Hé! Árulnak falafelt? Te jó ég! Ez itt Katami! Hiszen ő nem is Kadhafi, hanem Sam Smith! Filmből én vagyok, Wayne cimborát Sam, a háborúból! Sam! Most is az álcázás mestere.
Jól megtévesztek minket, igaz? Ó, igen. Emlékszel rá a Muppet Show-ból? Az maga volt? Hihetetlen. Sam, mi szél hozott erre? Azt hallottam, a kormánynak dolgozik. Így van. Komoly helyen. A zöldségellenes kommandónál. Szóval a zöldségellenes kommandónál. Paradicsom tevékenységről kaptunk jelentést ebből a szektorból. Paradicsom? Még életemben nem láttam paradicsomot. De uram, a paradicsom illegális. Hogy tudnánk mi bármi illegálisról, igaz, Chad? Fogd be, Matt. Nem, uram? Hihetsz a fiúknak, Sam. Tudják, mihez vezethet a paradicsom tevékenység. Mondd el, miről van szó. Kaptunk egy hívást. Egy étteremben egyszer csak átváltozott paradicsom, már egy nő. Egy női paradicsom.